számomra nagy élvezet volt, hogy ismét találkozhattam veled, és külön élvezet az, hogy az ENIAC-nak az 50. évfordulóján jöttünk össze itt Philadelphiában. Neked, számodra mit jelentett ez az évforduló? Hogy örömömmel szolgált, hogy a tudománytörténet érdekében én is tudtam valamivel hozzájárulni János emlékének a megörökítéséhez, és ebből a szempontból számomra mindig jól esik, hogyha alkalmam van hallani, hogy mások is beszélnek erről. És hogyha már erről szó van, mondhatom, hogy folytatom előadásaimat Neumann János filozófiai és tudománytörténeti hagyatékáról Egyesült Államokban, Brazil, São Paulo-ban, és érintkezésbe léptem a két budapesti egyetem rektorjaival, és remélem, hogy megint sor fog kerülni arra, hogy alkalmam lesz Magyarországon megint előadni erről a témáról, mint már egyszer megtörtént kb. 6 évvel ezelőtt. Mit csináltál te abban az időben, amikor az ENIAC épült? Hát ez tulajdonképpen háborús évek voltak, 40 valamikortól, úgyhogy te is katona voltál. 42-től 45-ig az amerikai hadseregben voltam. 46-ban visszatértem a civil életbe, és János nekem akkor elmondta, hogy mi történt közben, és így hát elmulasztottam az ENIAC-nak a felavatását, de viszont gondosan elmondta nekem mindent, hogy mi történt. 46 után, azután persze gyakran meglátogattam a Princetoni számítógépnek az építését és tervezését, és akkor is ismerkedtem meg bővebben Hermann Goldsteinnel és az Arthur Birksel és a többiekkel, akik már az ENIAC korában is szerepeltem, de sajnos akkor abban én nem vettem részt, mint tanú sem. Na most te ügyvéd vagy, méghozzá üzleti ügyekkel foglalkozó ügyvéd, ha jól tudom, ugye? Tehát jogász pontosabban. Úgyhogy te mikor kerültél először kapcsolatba a számítógéppel, mert gondolom, hogy ez az AIS gépnek a meglátogatása az egy ilyen látogatás volt inkább, és nem használni akartad a gépet. Az AIS látogatása az csak családi látogatás volt Jánossal kapcsolatban, úgyhogy nem volt más kapcsolatom. És most sincs más kapcsolatom. Otthon és az otthoni irodámban egy 1988 beli IBM personal computerem van, ami teljesen elavult, és nagyjából tudom, hogy mit kellene most beszerezni, de erre még nem került sor. Mire használod? Az elavult IBM? Üzleti levelezésre és üzleti vagy tudományos cikkeknek a megírására, tehát csak mint egy word processing szisztémát. Na most mi a